Dobrev odaver, Jakab Péter odaver, és Karácsony Gergely meg nem ver oda. Tudod, hol szokott megállni a kés a levegőben? Hogyha Karácsony Gergely vagy Falus Ferenc nevét mondom ki. Most ők vannak ott, ahol korábban Gyurcsány Ferenc volt. De másokból. Tehát a Falus Ferencnél nálam is megáll a kés a levegőben. Fidesz azt látta, hogy nyár ide, nyár oda, az ellenzék megtöltötte az utcát valamiféle tartalommal, hogy most az jó volt, vagy azt hagyjuk, és ez nem a Fidesz visszatér az utcára, mert aki az utca, az a hatalom. Haver, utána, amit aláírtam ezzel a papírral, mit csinálsz? Ez hova megy? Mi lesz ezzel? És múlt héten is aláírtam kettőt. Azzal mi van? Hol van erről a papír? Tessék megmondani, hogy mit akarnak ezzel kezdeni. Fidesznek nem egyes miniszterelnök jelölteket kell tönkretennie. Elsősorban, hanem az előválasztás magát. Öt, ahol a független kritika divatba jött. Hello, hello, álljam meg! Pénteken este 3:49-kor, csak az ATV műsorán. A nemzeti konzultáció az már kutyagumit se ér?